Istenünk, köszönjük neked, hogy zenkedjük a te nevedet, magasztalhatunk téged mindazért, amit tettél ebben a világban, és köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztust megismerhettük egyszülött fiadat a Szentlélek által, akit azért küldtél, hogy megvásd a mi életünket a bűnnek a nyomorúságából, és köszönjük, hogy Jézus által lehet életünk. Köszönjük a Szentlélek újjáteremtő, újjászülő hatalmát, amelynek tapasztalói lehetünk a mindennapi életünkben. Köszönjük, hogy te velünk vagy, és megígérted, hogy velünk maradsz minden napon a világ végezetéig. Tudjuk, hogy jót terveztél velünk, földi életünkben, készítve téged, bennünket a veled való közösségre, és csodálatos jót terveztél nekünk az örök mennyei hazában. Köszönjük formáló kegyelmedet, amely naponta ott van az életünkön. Köszönjük, hogy alakítod az életünket, magadhoz közelebb viszel bennünket, és képesebbé teszel arra, hogy hirdessük a te nevedet ebben a világban. Te jól ismered mindannyiunknak az életét, az örömeinket, a bánatainkat, azt, hogy milyen közösségben vagyunk veled,
és hogyan viszonyulunk ehhez a világhoz. Kérünk téged, formálj és készíts terved szerint bennünket. Áld meg gyülekezetünket, különösen imádkozunk most a betegekért, a testi, lelki betegekért. Adj új erőt onnan felülről, a te trónodtól mindannyiunknak, és kérünk áld meg a gyászolókat, vigasztald meg az ő szívüket. És kérünk Istenünk, hogy hozd el erre a világra az általunk ismert és az általunk nem ismert pontokon is, a feszültségpontokon a te áldott békességedet. Köszönjük, Atyánk, hogy meghallgatod imádságunkat, fiad az Úr Jézus nevében. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlevőket, áldott vasárnapot kívánok a gyülekezetnek. Az igeolvasás előtt énekeljük, te égből jött nagy fényesség, kezdetű 482. énekünket. 482. énekünket énekeljük. Gyülekezet, ma délelőtt igénket az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetéből fogjuk olvasni, a 12. és a 14. versek közötti igeszakasz alapján. Tehát apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetéből a 12. verstől olvassuk az igét, amelyet fennállva olvassunk együtt, azt követően pedig Szabó Ibolya testvérnő imádkozik az ige hirdetés áldásáért. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol a szállásuk volt, mégpedig
Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, az Alfeus fia, Simon az Elóta, és Júdás, Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Eddig olvastuk az igét, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálás az én szívem, Úr Jézusom, hogy most te ma reggelnek órájában is itt lehetünk te előtted. És köszönöm azt, hogy mindannyian megjelentünk itt most. Köszönöm az ige szószólóját. Köszönöm, Úr Jézusom, hogy te mindig velünk vagy. De is fogadjunk el tégedet, mint megváltunkat. Úr Jézusom, adjál minden, köszönöm neked az ige szószólóját. Köszönöm, Úr Jézusom, hogy a testvéreket is, testvéreknek is adsz egy nyitott fület, nyitott szívet, hogy az igét be tudják fogadni, és oda tudjanak figyelni. Úr Jézusom, add, hogy a mindennapi életünkben is, bárhol is vagyunk, bárhol is járunk, meglátszódjék rajtunk azt, hogy a mi a te gyermekeid vagyunk. De ne feledkezzünk meg rólad soha, hogy te vezetsz, te irányítod a mi életünket. Úr Jézusom, kérlek, továbbra is te légy velünk, te vezessed az életünket. Amen. Foglalni helyet a gyülekezet, az énekkart hallgatjuk meg. Kedves gyülekezet, amikor a irodámban olyan valaki fordul meg, aki még nem volt ott, szinte mindannyian rácsodálkoznak a fali órára, amelynek a számlapjain a betűk és a számok helyett ez a mondat van kiírva, hogy az idő kegyelem.
Egyik diákomtól kaptam régen. Elcsodálkoztam, hogy milyen különös óra, ilyet még nem láttam. De minden reggel ránézek. És tudom, hogy az idő az kegyelem. Tényleg tudom? Vajon tényleg úgy élem meg a mindennapjaimat, az óráimat, a perceimet, hogy az kegyelem? Mert az idők tudnak gonoszak lenni, ahogy olvassuk a Szentírásból. El tud folyni az időnk, nem tudjuk megtenni azt, amit Isten rendelt az életünkre vonatkozóan, elmaradnak a döntéseink, elmarad a felkészülésünk, és egyszer csak ott állunk bizonyos határidőknél, teljesen felkészületlenül. A Szentírásban Isten csodálatos munkáját szemlélve annyi-annyi eseményben, emberi történetben látjuk azt, hogy Isten az időt kegyelemül adta, és arra, hogy benne az embernek sokszor felkészülési lehetőséget adjon egy újabb eseményre. Arra, amit az ember talán ismer, vagy olyat, amit nem ismer. Amikor valaki elköltözik közülünk a mennyei hazába, akkor azt szoktuk sokszor kérdezni, hogy hogyan is teltek az utolsó napok. És néha előkerül ilyenkor a Bibliából egy-egy aláhúzott bibliavers, egy-egy szolgálatra készülésnek a jegyzete. Ő sem tudta, mi sem tudjuk, mi sem tudtuk, hogy az a fajta gondolkodás, amely ezek mögött megjelent, az nem más volt, mint a felkészülés. A mai felolvasott ige szakaszunk két csodálatos ünnep, esemény közötti szakaszról beszél, ez a három versnyi beszámoló. Jézus miután 40 napot feltámadása után többször megjelent a tanítványainak, mi így mondjuk már egyházi ünnepként, hogy a mennybe menetel napján felemeltetett. És aztán következett a pünkösd, mi már mennybe menetel napjának a megemlékezése után, és vasárnap, a következő vasárnap pünkösd előtt vagyunk. A kettő közötti 10 nap Isten tervében nagyon fontos idő volt. És látjuk a mai ige szakaszban, hogy egyrészt ez az ideje volt az imádságnak, másrészt ideje volt a kapcsolatok rendezésének és az egység kimunkálódásának. Olyan fajta egységnek, amely Isten lelke által jön létre az ő gyermekeinek az életében. Az Úr Jézus azt mondta tanítványainak, mielőtt fölment a mennybe, hogy ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét. Ahogy olvastuk az ige szakaszban, egy szombatnapi járóföldre történt Jézusnak a felemeltetése, 800-900 méter távolság, ez attól a helytől, ahova aztán ők visszavonultak, talán Márk családi háza lehetett, ha a hagyományból ezt jól tudjuk, és ott várakoztak. A várakozóknak a listájáról azt tudjuk, hogy a 11 tanítvány, Mária, Jézus anyja, ezen kívül még Jézusnak a testvérei, és sokan mások. Azt tudjuk, hogy pünkösdre ez a csapat, lehet, hogy már ekkor is ennyien voltak, feltöltődött, és mintegy 120-an voltak együtt. Mit is tett ez a csoport? Lukács szerint az egyik tennivalójuk, hogy amikor volt lehetőségük, akkor elmentek a templomba, és áldották Istent. A másik tennivalójuk és megnyilvánulásuk, amit olvastunk itt a mai igében, hogy ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban.
Jézus testamentumában nem mondta a tanítványainak, hogy mennyit várjanak, nem mondta, hogy hogyan várakozzanak, mit tegyenek ez az idő alatt, és azt sem mondta nekik, hogy pontosan, napra pontosan, meddig kell nekik várni. Ennyit mondott nekik, várjatok. És ezek a tanítványok, akik a mennybe menetel után elmentek Jeruzsálembe, a templomba, és elmentek ott a felházba, hogy imádkozzanak, ezek a tanítványok nem feltétlen voltak lélekben még mindannyian egészségesek. A misszió parancsnak a végéről azt tudjuk, Máté Evangélium a 28. fejezetéből, hogy Jézus mielőtt felemeltetett és összegyűjtötte a tanítványokat, akkor a tanítványok közül némelyek még mindig kételkedtek. Nem volt a szívükben meg a teljes hit, az Isten ígéretére való rábízás. Ezek között a tanítványok között volt feszültség még ekkor is. Hiszen a felemeltetés előtt még ilyen kérdéseik vannak, hogy nem most állított helyre az országot? Vagy ilyen kérdéseik vannak, Péter kérdezi Jánosról, hogy a múlt vasárnap délelőtt igénybe volt, hogy hát ezzel mi lesz, hogy fog meghalni, kinek mi lesz a sorsa, hogyan tovább? Tele vannak Istennel és egymással kapcsolatban kérdésekkel. Jézus pedig azt mondja nekik a misszió parancsban, hogy menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet, de hogyan? Bátortalanul, békétlenül, félhittel, nem teljesen rendezett kapcsolatokkal, nem jó kérdésekkel a szívünkbe? Hogyan menjünk el, és tegyünk tanítvánnyá minden népet? És e kérdések ellenére, amikor 10 nap múlva elérkezik pünkösd, akkor azt látjuk, hogy az Úr Jézus akaratának megfelelően mindannyian együtt voltak ugyanazon a helyen. Ők nem tettek mást, csak imádkoztak, és közösségben voltak egymással. És nagyon fontos ez a kifejezés, amit itt olvastunk az igében, hogy egy szívvel és egy lélekkel. Kedves gyülekezet, olyan ritka pillanat az, amikor az emberek így tudnak együtt lenni, és így tudnak együtt imádkozni, hogy egy szívvel és egy lélekkel. Csodálatos alkalmak ezek. Éltetek már át ilyet, testvérek? Amikor házastársak, családtagok, gyülekezeti csoportok, vagy egy nagyobb közösség, együtt vagytok, egy gondolatban, egy lélek által, és könyörögtök valamiért. És minden, ami eddig akadály volt, ami feszültséget gerjesztett, ami felesleges kérdés volt, az úgy mind eltűnik, és mindenki úgy néz Krisztusra, hogy közben egymással Krisztus akarata szerinti közösségben van. Ez, ami itt pünkösd előtt megtapasztalható volt, hogy egy szívvel és egy lélekkel várakozva imádkoztak, ez a lelkület pünkösd után is folytatódik. Az apostolok cselekedetében 3-szor olvassuk, még a Jeruzsálemet ért üldözés előtt, hogy a gyülekezet tagjai egy szívvel és egy lélekkel együtt voltak, és imádkoztak. Mert ez az Isten akarata, hogy az övéi egy szívvel és egy lélekkel éljenek, szolgáljanak, és várják az Istentől rendelt feladatot, hogy mire szeretne bennünket felkészíteni. Testvérek, semmilyen mediátor, profi mediátor nem tudta volna elérni azt, hogy ezek a sok helyről jövő, többféle kultúrával rendelkező emberek, különféle hitbeli állapotban levő emberek egy szívvel és egy lélekkel imádkozzanak. Ebben a körben minden valószínűség szerint ott voltak például Jézus testvérei is, akik nem értették Jézusnak a munkáját, nem tartották bizonyos értelemben normálisnak azt, amit Jézus tett. Ott van Jézus anyja,
Ott vannak a tanítványok, akik a miniszteri helyekért vívnak még a keresztre feszítés előtt is, hogy Uram, intézd el, légy szíves, hogy mi ketten. És most mégis egy szívvel és egy lélekkel. Számunkra felfoghatatlan ez a titok, hogy egyrészt ott vannak ezek az emberek, hogy várják az Isten ígéretét, a Szentlélek Isten kitöltetését, és ezzel együtt tapasztalják azt, amit Jézus mondott utolsó mondatként, hogy és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Testvérek, a felkészületlen emberekkel, tanítványokkal is ott van Jézus, és munkálkodik az ő szívükben, és munkálkodik az ő életükben. Miért is volt arra szükség, hogy ezek a testvérek ott egy szívvel és egy lélekkel imádkozzanak? Mert Istennek az volt az akarata, hogy pünköstkor ezeket az embereket használja fel, és pünköst után, hogy általuk hirdettessék az evangélium. És mondják el mindenkinek, hogy Jézus mit tett, erővel és hatalommal, és hívják fel az embereket Jézus Krisztusnak a követésére. Istennek az volt a célja a 11-jel, majd a 12-vel Mátyással, amikor kiegészült ez a csoport, és az ott levőkkel, hogy eszközök legyenek az ő országának az építésében. De ahhoz, hogy ez megvalósuljon, először nekik be kellett töltekezniük Szentlélekkel. És Isten lelkének uralma alá kellett hajtani mindannyiuknak az életét. És hogy ez megvalósulhasson, ehhez először nekik meg kellett üresíteni magukat minden felesleges dologtól. És egységben, Jézusra figyelve, felkészítetteknek kellett nekik lenni. Testvérek, megtörténik sokszor az a csoda, hogy hiteltelen, felkészítetlen ember is lehet Isten kezében valamire eszköz. De az Isten országának nem ez az általános rendje. Ő azokat tölti be, és azokat használja országa építésére, ma is, akik lélekben készek erre. A 133. Zsoltár Biblia verseit sokat szoktuk idézni, mindannyian ismerjük. Zsoltár így kezdődik, ha a testvérek egyetértésben élnek, és majd az a záró verse, ez az főpapi felszentelésről is szóló Biblia, Zsoltárnak, hogy csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Ahol a testvérek egyet értésben élnek. És tapasztalhatjuk, testvérek, az egyház történelem, a misszió történet során, hogy néha rengeteg eszközzel áldotta meg Isten az ő népét, sok mindennel, és mégsem működik az, hogy rajtuk keresztül az Isten áldása kiárad, mert nincs meg a teljes mértékű krisztusi egyetértés. Csodálatos ez a felkészülési idő, ez a 10 nap, amíg a testvérek együtt vannak, egy szívvel, egy lélekkel, és imádkoznak. Testvérek, vajon válságok idején nincs-e arra szükség, hogy a testvérek egy szívvel és egy lélekkel imádkozzanak? Ha valamikor, akkor az Isten új útjainak a megismerésére, arra, hogy az áldásainak közvetítői legyünk, erre van szükség, hogy egy szívvel és egy lélekkel. Emlékszem, 10 év körül gyermek voltam, amikor a családunkban egy nagyon nagy probléma volt, lelkipásztor családban. Nem értettük a szüleink közötti feszültséget, meg az, ami hirtelen ott létrejött pár napig. És nem titkolták el a szüleink, hogy mi történt. Közöttük semmi probléma nem történt.
De mégis feszültség volt, valami külső feszültség. És azt mondták nekünk, a húgom másfél-két évvel fiatalabb, hogy gyerekek, gyertek, nagy baj van. Gyertek és imádkozzunk. Mi nem is ismertünk mindent. Később ismertük meg évekkel később, hogy mi volt a baj. De emlékszem azokra az estékre, amikor a szokásos esti áhítaton kívül minden este összegyűltünk imádkozni, és láttam a szüleimnek a könnyeit. Mi se önmagunktól imádkoztunk, hanem ez a lélektől telt környezet bevont bennünket ebbe az imádságba. És imádkoztunk. Csodálatos emlék. Egy szívvel és egy lélekkel. És aztán, amikor megoldódott a probléma, akkor majd boldogan beszéltük meg, és már megértettük a dolgot, hogy az Úr meghallgatta az imádságot. És milyen érdekes, hogy a szülők, a lelkipásztor házaspár, a látszólag éretlen gyerekeket is behívta ebbe a közösségbe, és szükségesnek tartotta, hogy ti gyerekek, ti is gyertek, és imádkozzunk egységben, hogy az Úr könyörüljön rajtunk is, áldja meg a családunkat. Testvérek, imádkozni egyetértésben Istennek csodálatos áldása. És az életünk úgy működik, hogy amikor a lélek által egyetértésben imádkozunk, akkor szinte észre sem vesszük, hogy felkészülünk Isten tetteinek következő fordulójára, amit bennünk fog elvégezni, meg amit általunk szeretne elvégezni. A második korintusi levél sok mindenről szól. Akik ismerik, tudják, hogy rengeteg minden hívőkhöz nem méltó dolgok előfordultak Korintusban. És Pál apostol ilyesmivel zárja, amit itt olvasunk, ezt a kemény apostoli levelet. Jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Ebben benne van az ember munkája, benne van az Isten lelkéért való közös könyörgés, és benne van az Isten áldás ígérete, és a békesség Istene veletek lesz. Két fontos esemény történik tehát a mennybe mentel és a pünköst között. Imádkoznak, akik várakoznak, közösségben vannak. És az Úr Jézus még beszélt a tanítványokkal a földön, amikor megígérte neki keresztre feszítése előtt, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Olyan sok kérdés van néha a Biblia verssel kapcsolatban, hogy mi is az, amit megad nekünk? Bármi, amit kérünk, megad nekünk. És vannak, akik ezt az igét rosszul értik, és valahogy úgy szeretnék olvasni, hogy amit csak kértek az atyától, azt megadja nektek. Ez igaz, testvérek? Hát nem mindig egészen így van. Vagy úgy szeretnék érteni ezt az igét, hogy amit csak kértek az atyától, az én nevemben megadja nektek, mondani kell az imádság végén, hogy Jézus nevében kértem ezt tőled, atyám, és ha így formailag teljes az imádság, akkor biztos, hogy meg fogja hallgatni. Ezt is tudjuk, hogy nem így van. Mert az, hogy az én nevemben, ez nem formai kérdés, ez az egy szívvel, egy lélekkel elmondott imádságok esetén is, ez tartalmi kérdés. Mert nem úgy működik, hogy kapunk egy üres lapot az imádságaink kezdetén, a végén alá van írva, hogy Jézus Krisztus egyetértek vele, le van pecsételve, és aztán odaadja nekünk a papírt, hogy na, töltsétek ki, írjatok rá, amit akartok,
és akkor mivel én ezt előzőleg aláírtam az üres lapot, így bármit oda terjesztetek az atya elé, megadja néktek. Testvérek, néha nagyon keserves, de fordítva működik a dolog. Mi megírjuk a mi kis lapocskáinkat, megírjuk a mi kéréseinket, lelkieket, fizikaiakat, anyagiakat, és aztán az a kérdés, hogy ami megváltunk, aláírja-e a mi kéréseinket. Ezek szerint az atyához imádkozni Jézus nevében az egy bizonytalan kérdés. Mert ott vannak a vágyaink, a kéréseink, akár Isten megoldásainak az érkezésével kapcsolatban, mindet lejük, és akkor majd kiderül, hogy aláírja vagy nem, hogy mondhatjuk-e azt, hogy az én nevemben vagy nem. Sokkal többről van szó. Testvérek, tudhatjuk, hogy a papírra mit kell leírnunk? Tudhatjuk előre? Az életünk nagyon sok esetében tudhatjuk. Mert hogy a mi Urunk Jézus Krisztussal, akivel közösségben vagyunk, a vele való életünkben rá tudunk arra hangolódni, hogy nekünk mire van szükségünk. Testi, lelki gyógyulásra, lelki áldásokra, és nagyon sokszor előfordul az életünkben, hála érte Istennek, mert egyre jobban ismerjük a megváltónkat, hogy olyanokat írunk a papírra, amit aztán ő aláír, mert az akaratával megegyezik. Természetesen vannak ebben harcaink. Vannak, mert a papírra néha mi más szeretnénk ráírni, mint amit Jézus aláír. Az ő példájából tudjuk, hogy a Gecsemáné kertben így imádkozott, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. De mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. Testvérek, sokféle imádságunk van, ahol néha küzdeni kell azért, hogy mit írjunk a papírra, hogy meglássuk, hogy azt írjuk, ami Jézus nevében az atya elé tárható az ő akarata szerint. De vannak olyan témák, amelyekről biztosan tudhatjuk, hogy az ő nevében mondott imádság, és az atya meghallgatja. Amikor imádkozol a családtagjaitak a megtéréséért, vagy a gyermekeid megtéréséért, vagy azért, hogy az Úr adjon erőt, adjon békességet, az Úr adjon erőt a szolgálathoz, az Úr adjon erőt a közösségben, az egység munkálásához, a békesség munkálásához. Létezhet, hogy erre a mi, a magunk kéréseivel teleírt papírra azt mondja Jézus, hogy nem, ezt nem hallgatom meg. Nem, ilyen nem létezik. Mennyi téma van, testvérek, amit viszont ráírhatnánk a papírjainkra, és sokszor nem írunk rá, és mással vannak tele az imádságaink és a kéréseink, és reménykedünk, hogy az Atya meghallgatja őket Jézus nevében mondott imádságként. És néha nem marad hely a lapon arra, amit oda kellene írni, hogy az Isten országa növekedjen bennünk, hogy használjon az ő kezébe szolgálatként, hogy közben járunk másokért. Van hely a papíron? Vajon ezek a testvérek, amikor egy szívvel és egy lélekkel ott voltak, és imádkoztak, nem jegyezte le senki ezeket az imádságokat, de vajon mi volt az imádságoknak a témája? Biztosan nem imádkozott Péter azért, hogy Uram, ha vége lesz a várakozásnak, segíts megint jó halásznak lenni. Mert valami megváltozott az ő életében is. Együtt, közösségben, Isten akarata szerinti kéréseket mondtak el ezek a tanítványok.
amikor az Úr Jézus Lukács evangéliumában is, Mátéban is megvan ez írva, arra bátorítja a testvéreket, a tanítványokat, hogy imádkozzatok, és bátran imádkozzatok, mert a ti mennyei atyátok szükségeiteik szerint meg fog áldani benneteket. Akkor azt mondja, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Mert hogy mi a legfőbb kérésünk, testvérek, az életben? A legmagasabb szintű kérésünk? Az, hogy Isten velünk létéért imádkozzunk, az ő lelkéért imádkozzunk, hogy töltsön be bennünket, vegye uralma alá az életünket. És ez egy megújuló imádság az életünkben, nap mint nap. Vágyunk arra, hogy a Szentlélek töltse be az életünket. Jézus megígérte, ha ti tudtok adni, ő mennyivel inkább nem ideig, óráig való cseprő, apró cseprő dolgokat, a legnagyobbat, a szent lelket adja azoknak, akik kérik. Akik kérik. Akik megfelelő módon kérik. És itt a mód nem valamely vallás előírása szerinti imádságot jelent, hanem a léleknek a megüresedését, a tisztaságát és az egységben Krisztus felé fordulást. Tudták vajon ezek a összegyűlt testvérek, hogy meddig van nekik lehetőségük imádkozni? Mi az egyházi évben pontosan tudjuk. Feltámadás után 40 napig volt Jézus a földön, aztán fölemeltetett, aztán 10 napot követően pedig az ószövetségi ünnephez igazodva megérkezett a csoda, a Szentlélek kitöltetése, és immár nem ószövetségi ünnep volt a pünkös többé elsősorban, hanem az új népnek az ünnepéje, a keresztényeké. Azt mondja Pál apostol a római testvéreknek, hogy az imádkozásban is legyetek álhatatosak. Jézus szavai szerint a hegyi beszédben kérjetek és adatik néktek, keresetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Testvérek, van-e olyan ima téma, amiben bele lehet fáradni? Van-e olyan ima téma, amit az ember elenged, mert el kell engedni? Tudjuk Pál apostolnak az életéből, hogy volt valami tövis a testében, valami betegség talán. És azt mondja a levélben az apostol, hogy én háromszor könyörögtem, hogy gyógyuljak meg. És aztán azt a választ kapta, hogy engedd el a kérést, mert elég néked az én kegyelmem. Mert az én erőm, a te szolgálatod által így fog célhoz érni, ha te beteg maradsz, ha a tövis ott marad az életedben. És az apostol így elengedte az imádságot. Testvérem, nem téveszted néha össze, és ezt magamtól is kérdezem, hogy az imádságai tekintetében mi az, amit már egy idő után el kell engedni, mert rájövünk, hogy az én nevemben azt nem lehet mondani, mert nem az Isten akarata. Vagy rájövünk, hogy Isten valami jobbat gondolt felőlünk, és mi az, amit meg elengedünk, pedig abban álhatatosnak kellene lenni. Testvérek, mennyi olyan ima téma van az életünkben, amiben álhatatosnak kell lenni? Volt valaki, aki egyszer azt mondta, hogy Gábor testvér, 3 évtizede imádkoztam a gyerekemnek a megtéréséért. Tudjátok, testvérek, mennyi? 30 év az hány nap? És hány imádság hangzott el a 30 év alatt azért, hogy Uram, nyisd meg az ő szívét, hogy befogadjon téged, adj neki üdvösséget, munkáld az ő szívét. És ez egy győzelmes bizonyságtétel volt.
mert álhatatos voltam. És az Úr meghallgatta az imádságot. Mennybe menetel, és pünköst között 10 nap van. Nem szeretnék most semmifajta szám misztikába, meg jelentéstartalmak vizsgálatába belemenni. Tudjuk, hogy a 40 nap az a Szentírásban egy jelentőségteljes szám, akár a pusztai vonulás, akár Jézus szolgálatra felkészítés, sok egyéb más tekintetében. Most mi csak azt tudjuk, hogy van 10 nap a mennybe menetel, és Isten csodálatos áldásának, megújító kegyelmének, szolgálatra képesítő erejének az érkezése között. 10 nap. Mi nem tudjuk, hogy bizonyos helyzetekben hány napunk van. Hány napunk van arra, hogy egy szívvel, egy lélekkel, családban, gyülekezetben, nagyobb körökben imádkozzunk azért, hogy Uram Jézus, jöjj el a te áldásoddal. Jöjj el a te megújító kegyelmeddel. Jöjj el a te feladatra képesítő erőddel. Jöjj el az életemben, jöjj el mások életében. Nem tudjuk, hogy hány napot kapunk erre. De azt tudnunk kell, hogy ha egy napunk van, ha 111, ha 1111, és még várnunk kell arra, hogy alkalmassá tegyen és kimunkálja bennünk azt, hogy ő megérkezhessen. Minden napunkra az a tennivalónk, hogy egy szívvel és egy lélekkel, tiszta szívvel könyörögjünk, és várjuk őt. Azt mondták a testvérek, hogy nehogy nézzem az órát. Nyilván nem azért, mert azt akarták, hogy vég nélkül prédikáljak, hanem hogy nehogy az órát figyelembe véve kezdjem az Isten tiszteletet, vagy fejezzem be. Nekem van ott egy óra, ezt nem mindenki látja. Mert nem jó járt az óra. És ezt se sok mindenki látta, a prédikáció közben a karzatról kinyúlt egy kéz, már nincs ott a testvérünk, most elment, lenyúlt az óráért, fölvette, beállította, és ha most nézzük azt az órát, akkor jól van. Amúgy megállt az idő. Most meg látjuk, hogy megy az idő. És aktuális az idő. De sokszor van, testvérek, hogy mi azt hiszük, hogy megáll az idő. És már le is mondunk arról, hogy azt tegyük, amit kell. Aztán egyszer csak kinyúl egy kéz, beállítja váradalmainknak az óráját. Sok mindent nem tudunk, csak annyit, hogy az időnk, a 10 napunk, vagy a kevesebb, vagy a több, az ő kezében van. Mindenható Isten munkája egyéni, közösségi életünket, ott, ahol helyezett bennünket Isten, hogy a mát használjuk ki arra, várva az ő áldásaira, csodáira, a Szentlélekkel való teljesebb életre, hogy egy szívvel és egy lélekkel álhatatosan könyörögjünk. Minél többet, minél többször, és minél buzgóbban. Amen. Énekelni fogunk egy éneket, mielőtt imádkozunk. Ó, jöjj szívembe, áldott Jézus, kezdetű 215. énekünket énekeljük, és az éneket követően majd Füri András és Pálka István testvér fog imádkozni.
Úr Jézus, na most valóban egy szívvel és egy lélekkel énekeltük azt, hogy jöjj a szívünkbe, akkor te ezt meghallgattad. Köszönjük neked. Urunk, köszönjük ezt a napot, köszönjük azt, hogy együtt lehettünk a színed előtt, áldott jelenlétedben. Köszönjük az ígédnek a bátorítását, buzdítását. Köszönjük azt, hogy még tart a kegyelmi időszak, a felkészülés, a munkálkodás időszaka, de leginkább az imádkozás időszaka. Te látod azt, hogy egyéni családi gyülekezeti életünkben is milyen hiányosságaink vannak, milyenek az ima kéréseink, mennyire fontosak, mennyire lényegesek, vagy mennyire kevésbé fontosak és lényegtelen dolgokkal terhelünk téged, Urunk. Kérlek, segíts bennünket, most könyörülj rajtunk, és valóban tudjunk egy szívvel és egy lélekkel kitartóan imádkozni az egységért, a békességért, leginkább a te szeretetedért. Kérlek, hallgass meg bennünket, hallgass meg a kérésünket Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked ezt a mai igét. Láthattuk, Uram, hogy a tanítványok lehet kicsit tanástalanul ott álltak, 11-en, meg ott volt Mária és az ő gyermekei, meg testvérei, Uram, ebbe a kis gyülekezetbe, és ott imádkoztak, de Uram, a lényeg az, hogy egy szívvel és egy lélekkel, Uram, azt tették, Uram, amit te mondtál nekik, vártak. Uram, nekünk is most a gyülekezetnek várni kell, de kérlek, Uram, arra, hogy erősíts meg bennünket, hogy egy szívvel és egy lélekkel, ne pedig a szétzülesztéssel foglalkozzunk, Uram. Ebből, Uram, ebből a kis csoportból, Uram, utána lettek 120-an, majd 3000-en, 5000-en, és ki tudja, hogy hány meg hány keresztény élet lett belőle. Uram, én hiszem azt, hogy ha egy szívvel és egy lélekkel gondolkodunk, imádkozunk, akkor, Uram, annak meg lesz a szép eredménye. Persze a sátán ennek, Uram, nem örül, és mindenhova, Uram, buktatókat akar tenni, de, Uram, ott van a te lelked vezetése, a te szent szellemed vezetése, és tudom, Uram, hogy ő ezeket a buktatókat ki fogja a gyülekezettel kerültetni. Kélek, adj türelmet egymás iránt, és még nagyobb szeretetet és megértést. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, az énekkart hallgatjuk meg.
A gyermekeket hallgatjuk meg, ha megérkeztek. Szépen az aranymondásokat. Isten tiszteletünk végén köszöntöm szeretettel az igehallgató gyülekezetet, köszöntjük vendégeinket, mindannyiunknak az életén legyen a mindenható Istennek az áldása. Ne feledkezzünk meg a betegeinkről, az értük elmondott imádságokról. Pénteken délután vettünk földi értelemben búcsút Jobbágy József testvértől a Péceli Baptista temetőben délután. Testvérünk csodálatosan hosszú életet kapott a mindenható Istentől, 90 évet kapott. Mennyi mindenre volt ez elég, mennyi imádságra, mennyi feladatnak az ellátására. Úgy ismertük a mi testvérünket, hogy szolgált, amit adott neki Isten zenével, énekkel, és ott, ahova állította őt a jó Isten, emléke legyen áldott, és kövessük az ő életét, amennyiben Krisztus követője volt. A család nevében szeretném megköszönni a gyülekezetnek a részvétnyilvánítását és a szolgálatát a temetési Isten tiszteleten. És előre tekintve Kovács Tibor testvérünknek a temetése pénteken délután 3 órakor lesz, szintén a Péceli temetőben. Bátorítom a testvéreket, hogy vegyünk részt ezen az alkalmon, most pénteken is tegyünk tanúságot Krisztusba vetett hitünkről, összetartozásunkról, és arra a fajta reménységről, hogy egy helyre megyünk. További hirdetéseket szeretném elmondani. A korábban már többször említett kántorok koncertjére kerül sor ma délután 5 órakor. Ez a kántorok koncertje a mi kántorainkat jelenti. Várjuk szeretettel a kedves testvéreket, hívogassunk erre a délutáni alkalomra, hogy együtt dicsérhessük a testvéreinkkel a mi Istenünket, hallgatva a dicséretet, énekelve a dicséretet, és figyelve majd az áhítatnak az üzenetére. További időpontjaink a ránk következendő héten. Csütörtökön a hagyományos időpontok lesznek, 3 órakor a tanítványság, meg a következő alkalma 5-kor és 7-kor. Az ifjúság a Bételben találkozik 6 órakor,
és a következő vasárnap a Szentlélek kitöltetésére emlékezünk is, lehetünk átélői ennek a csodálatos közösségnek. A hagyományos időpontokban találkozhatunk, a kiírást valószínűleg rosszul készítettem el, mert a délelőtti igehirdetőt úgy hívják, hogy László Gábor, és a délután 5 órakor kezdődő Isten tiszteletnek az igehirdetőjét hívják Kelédi Mártonnak. A további időpontokat szeretném még a testvéreknek megemlíteni. Június 1. péntekjén, 2-án lesz a pünkösdi kórus találkozónak az az estje, amikor az énekkarunk is szolgál a katolikus templomban. Bátorítom a testvéreket a részvételre. Az énekkaré pedig imádkozzunk, hogy az evangéliumot hirdessék az énekeikben a pünkösdi kórus találkozón. Ugyan ezen a héten szombaton lesz a gyülekezeti autóbusz kirándulás dr. Léránt István testvérnek a szervezésében. Bátorítom a testvéreket, még talán van hely a jelentkezésre, de legalább ilyen módon a fizetésre is a részvételhez kapcsolódóan. És a távolabbi időpontjaink közül még június 4-ét szeretném hirdetni, amikor délelőtt úrvacsorai istentiszteletünk lesz, és egy teológiai hallgató, Marton Teofil testvér fogja majd hirdetni az igét, és Kelédi Márton testvér lesz a házigazda, ő hozta úrvacsorát is. Én az előzetes terv szerint a sűsápi gyülekezetben osztok ezen a vasárnap úrvacsorát. Ne feledkezzünk el a napközis táborról, az imádságról, amit érte mondunk, a felkészülésért, illetve a tini és ifjúsági táborról sem. Az Isten áldja meg ezeket a táborainkat, hogy hasznosak legyenek a gyermekek számára. A záróénekünk egy nagyon mély imádság, amely így kezdődik: Tégy fogjoddá, Uram, akkor szabad leszek. 314. énekünk minden versét fennállva énekelje a gyülekezet. Thank you.
Fedezetül az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, mennyei atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Az Úr közel, jövel, Uram Jézus. Foglaljunk helyet a gyülekezet. Két mondatot szeretnék még mondani, testvérek. Június 4-én, ahogy már korábban is hirdettük, délután 5 órakor lesz Bojki Balázs koncertje. Fiaival együtt fog énekelni itt az imaházunkban. Zolcsák Máktól kaphatók meghívók, majd az ajtóba. Bátorítom a testvéreket, hogy minél több mindenkit kivogassunk erre az evangelizációs koncertet, tehát június első vasárnapjának a délutánján. A másik hirdetés az egy technikai hirdetés, a délutáni orgona koncert a szokás szerint nem lesz élőben közvetítve, majd később nézhető meg felvételről. Az Úr áldja meg életünket.